Az Alba Régia Műszaki Kar és Székesfehérvár önkormányzata már korábban elkötelezte magát egy tudományos és innovációs park kialakításában, ami a robotizáció és az ipar 4.0 irányába nyitott kutatásfejlesztésre hivatott, ez pedig új képzések kialakításával is jár. Ennek egy fontos szempontja, hogy egy légipari kompetenciát épít ki az egyetem, és a mai megállapodás a Bőrgöddi repülőtért figyelembe véve egy olyan együttműködés kezdetét alapozza meg, aminek a célja, hogy pilóta nélküli légijárművek tekintetében egy duális képzést építsen ki. Az egyetem drón technológiára fókuszáló képzésében az Albatrosz Egyesület is érdekelt. Mi is tanulunk eközben. Tanuljuk azokat az irányítási megoldásokat, amik a drón technológiával kapcsolatosak, hiszen a nagy repülőgépeket könnyű irányítani. A drón technológia az egy nagyon kicsi repülőeszköz, aminek a légtérben történő megjelenése az bizony komoly gondot jelent ma a légterirányításnak, tehát ez egy közös program, amiben mind a ketten tanulunk. Az együttműködési megállapodás a képzési és tudományos szempontok mellett a város fejlődésének is egyik sarokpontja, hiszen a Bőrgöndi reptér fejlesztés része. A repülőtér és az ipari park közötti területen álmodnánk meg egy drónképzéssel foglalkozó egyetemi teret, amit az egyetem hozna létre. Itt előre haladott tárgyalásaink vannak kormányzattal, hogy ennek a finanszírozási része is az egyetem felé biztosított legyen, ugyanúgy, mint ahogy a reptér fejlesztés biztosított. A Bőrgöndi reptér kialakításában már elindult a tervezési folyamat, a tervekhez pedig ezt is hozzákapcsolják. Mindez része annak a tudományos innovációs parknak, amelyet 35 milliárdból hoznak létre Székesfehérváron.